99 évvel Trianon után mi magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat, megmaradtunk, mondta a miniszterelnök Sátor Alja Újhelyen a Nemzeti Összetartozás napján. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyarok nem csak túlélték ezt az időszakot, de ma a Kárpát-medence legnépesebb nemzetét alkotják. 1000 magyar fiatal gyűlt össze Sátor Alja Újhelyen, hogy együtt ünnepeljék közös nyelvüket, kultúrájukat és a nemzethez való ragaszkodásukat. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás napjává. Bárhonnan is érkeztetek, Magyarországon itthon vagytok. Így köszöntötte a miniszterelnök a táborban összegyűlt fiatalokat. Orbán Viktor emlékeztetett 9 éve annak, hogy úgy döntöttünk, hogy nemzeti történelmünk legsötétebb napja ne csak lesújtson, hanem egymáshoz emeljen minket. A kormányfő hozzátette, nem csak túléltük ezt az időszakot, de ma mi vagyunk a Kárpát-medence legnépesebb nemzete. Gazdasági, kulturális és katonai erőnk napról napra látványosan gyarapodik. Ideje, hogy használjuk. A kérdés csak az, hogy mire használjuk. Az én válaszom, a kormány és a kormány mögött álló milliók válasza az, hogy erőnket a közép-európai népek összefogása érdekében kell felhasználnunk. Együtt akarunk működni a szomszédainkkal, és aki velünk együtt működik, az jól is jár. A Nemzeti Összetartozás napján országszerte és a határokon túl is megemlékezéseket tartottak. A Kossuth téren több mint 5000 a Kárpát-medencéből érkezett gyermek énekelte el közösen a Készfogár című dalt, majd a himnuszt. Páncél Károlyt, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét, a Nemzeti Összetartozás bizottság elnökét köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ma a Nemzeti Összetartozás napjára a kormányzó párt kiadott egy közleményt, amelyben az áll, hogy Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte a nemzeti összetartozás erejét. Tudna mondani néhány konkrétumot, amelyben ezt testet is öltött? Igen, hát először is ugye 2010-ben fogadtuk el a törvényt a Nemzeti Összetartozás napjáról, és azóta egyébként ennek szellemében számos olyan intézkedés történt. Részben megtörtént a nemzet határokon átívelő egyesítése. Ezek közjogi ügyek. Ilyen volt a kettős állampolgárságról szóló törvény még szintén 2010-ben, majd 2011-ben elfogadtuk az új alaptörvényt, amelynek D-cikkeje rendelkezik arról, hogy Magyarország felelősséget visel a határon túli magyarságért. Ezzel megteremtettük egyébként a jogi kereteket a nemzetegyesítésnek, és azóta pedig olyan intézkedések történtek, csak a legutóbbit hadd említsem, ilyen az óvodaépítési program a Kárpát-medencében, ahol mintegy 47 milliárd forintért 150 új óvoda épül, 350 kerül felújításra. Klebersberg óta nem volt a Kárpát-medencében, ugye az akkoriban a Csonka Magyarországon népiskolai hálózatépítése volt, tehát azóta nem volt ilyen mértékű intézményfejlesztés, vagy gondoljunk itt a gazdaságélénkítő programokra, amely először elkezdődött a délvidéken, most indul majd 25 milliárddal Erdélyben. Tehát ennek, bocsánat, Kőrösi Csoma programosok, határtalanul program, tehát rengeteg olyan program van, ami viszi előre a nemzeti összetartozás ügyét. Igen, mit jelent az, hogy ettől megerősödött a magyar nemzet? Tehát látszódik például már a gazdasági programnak valamilyen gyakorlati haszna? Hogy ne látszódna, hiszen ez elősegítette a szülőföldön való megmaradást. Legelőször a délvidéken értek be ennek a gyümölcsei, hiszen ott 3 évvel ezelőtt elkezdődött, akkor arról adhattunk számot, hogy mondjuk Szabadkán 3500 olyan vállalkozó, kisvállalkozó, őstermelő ültött a sportcsarnokban, aki írta alá szerződését, és tudott ebből építeni egy új üvegházat, fóliasátrat, permetezőgépet vett, tehát ezek főleg mezőgazdasági jellegűek voltak, de most már a nagyobb összegű pályázatok is kimentek, ahol megtörtént az integráció is, tehát egy-egy nagyobb vállalkozás köré több kis magyar beszállító került, és ezeknek van határon átívelő vonzata is, nem csak kvázi Szerbiának hat
hoz hasznot adóbevételben, hanem magyar-magyar kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok vannak, úgyhogy elősegítette azt, hogy ott a szülőföldön meg lehessen maradni, és ez megy a Felvidéken, Kárpátalján, indul Erdélyben, Horvátországban, Szlovéniában. Ugye az elmúlt 100 évben a szülőföldön maradás mondjuk az utóbbi pár 10 év tekintetében valóban könnyebb, mint mondjuk a korábbi 90 évben volt, de ugye ma a nemzetpolitikai államtitkár a Kossuth téren arról is beszélt, hogy a nemzet jövőjét, pontosabban a kisebbségek vagy a magyarság megmaradásának jövőjét ma sem valamilyen külső vagy tőlünk független erő fenyegeti, hanem éppen az, hogy a magyar édesanyák vagy az édesapák, csak úgy, mint az elmúlt évtizedekben nagyszülők, tanítják-e a gyermekeiket az anyanyelvükön, tanítják őket a hagyományukra, megőrzik-e ezt, mit tudnak tenni az anyaországi döntéshozók, hogy ebben támogassák ezeket a családokat vagy szülőket? Nagyon fontos ez valóban, hogy generációk adják át egymásnak a magyar identitást, a hagyományokat, az anyanyelvet, a kultúra megőrzését. Ha konkrétan családokról akarunk beszélni, akkor vannak olyan családtámogatási elemek, amelyeket kiterjesztettünk minden a magyar állampolgára, éljen a határ bármelyik oldalán, vagy éljen a világ bármelyik pontján, hiszen az úgynevezett kelengye pénz, a baba kötvénynek az ügye, az megilleti ez a támogatási forma azokat is, akik Kolozsváron születnek magyar gyerekek, vagy éppen Torontóban, Sydneyben, vagy Kassán. Tehát így módon ez is összeköti a magyarságot. És a mai napnak egy nagyon fontos történése, ami előremutató, elkezdődött a parlamentben a múlt héten a vitája annak a határozati javaslatnak, hogy a jövőre legyen a nemzeti összetartozás éve a 100 éves centenáriumban, és ma a bizottságban lefolyt a részletes vita is a módosító javaslatokról, és örömmel tudom elmondani azt, hogy részben az általános vitában az országgyűlésben, illetve a mai bizottsági ülésen is minden jelenlévő frakció támogatta ezt a jövő évi emlékévet. Tehát, hogy 2020 az összetartozás emlékéve legyen, ez hogyan öltene testet? Miben nyilvánulna meg? Hát a legfontosabb üzenete az az, hogy egy nap megemlékezés és 365 nap nemzeti összetartozás. Azt gondoljuk, hogy szükség van a gyászra, hiszen itt 99 esztendővel ezelőtt, jövőre 100 évvel ezelőtt egy anyaországot halálra ítéltek, de ezt nem egyszerűen csak túléltük, hanem közben ebben a 100 évben is megmaradt a magyarság és egy erős nemzet a Kárpát-medencében, és olyan produktumokat tudtunk felmutatni sportban, kultúrában, művészetekben, tudományban, amit érdemes bemutatni a világnak, hogy ez történt velünk 100 éve, de itt vagyunk és ilyen teljesítményre vagyunk képesek. És hát egy nagyon fontos üzenet, tavaly novemberben volt a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten, ahol ott volt a diaszpóra magyarsága, ott volt a Kárpát-medencei magyarság is, és Orbán Viktor miniszterelnök úgy fordult a magyarság képviselői felé, hogy a 100 év magány véget ért. Ez talán a legfontosabb üzenet, és igaza van ebben a miniszterelnöknek, ugye ismerjük a híres kolumbiai Nobel-díjas írónak a regényét, az is a szülőföld elhagyásáról, a paradicsomból való kiüzettetésről szól, és hát ez mindennél többet elmond, és méltó összefoglalása a nemzetpolitikának és a megmaradásunknak, boldogulásunknak, hogy a 100 év magány véget ért. Beszéljünk akkor a jövőről. Ön egy korábbi interjújában úgy fogalmazott, hogy az emlékében, ugye az eddigi eredmények bemutatásán túl, tegyünk egy új ajánlatot a szomszéd népek felé, mert összefogás nélkül a nemzetek el fognak veszni, de összefogva együtt talán meg tudjuk menteni azokat. És idehoznék egy aktuális eseményt, ugye Szentatya Csíksomjón éppen a Szőjük össze a jövő szálait, ugye, tehát mondjuk a románság, a magyarság együttéléséről, és a közös gyümölcsöző jövőről beszélt, csak hogy szúrta a román kormányőrség szemét, ugye a Szentatyának éppen a csíksomjói búcsúra készített mise ruháján a magyar felirat, amelyet a ma reggeli hírek szerint ugye el is kellett tüntetni, át kellett alakítani ezt a ruhát. Hogyan lehet így összeszűrni a jövőt? Maga ez az eset is, ugye, hogy lehetne ezt minősíteni? Méltatlan. Méltatlan a pápa látogatáshoz, méltatlan ahhoz az őshonos nemzeti kisebbséghez, aki ott él Erdélyben. És igazából ugye a pápa látogatás egyébként róluk szólt, hiszen Romániában kik a katolikusok? A magyarság, a megmaradt és egyébként jó állapotban lévő székelyföldi magyarság. És valóban
erről beszélünk a nemzeti összetartozás éve kapcsán, hogy egy új ajánlattal kell fordulnunk a szomszéd népek felé, ami arról szól, hogy a mai európai tendenciák olyanok, hogy önmagunkban a nemzetek el fognak veszni. Össze kell fognunk, úgysem biztos, hogy sok az esélyünk, de összefogva minden bizonnyal több az esélyünk arra, hogy megmaradnak az európai nemzetek. Ebben az összefogásban azonban mi elvárjuk a többségi nemzettől, hogy azt a bizonyos önrendelkezést, mondjuk ki autonómiát, biztosítsák az országuk területén élő nemzeti kisebbségeknek, mert ez a béke, ez társadalmi béke és gazdasági prosperitás is. Ha egy nemzeti kisebbség jól érzi magát a szülőföldjén, az a többségi államnak is csak hasznára válik. Páncél Károly, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.